Zsolnainak tényleg ez a csodálatos kandalló, amit megalkotott, több mint 5 méter magas, a Kuroskovics Ignásznak a fantasztikus festményeit, de Veltem Tég Endrének a faburkolatait, vagy a Kiszling és fiának a csillárait, tehát minden, és itt megint nagyon találó a kiállítás címe, a mesteri részletek, minden négyzetcentimétert művészi szinten alkottak meg, és az volt a célja, hogy megmutassák, hogy ez a magyar iparosság, ez a magyar művészet. Azt tudjuk, hogy mikor Ferenc József fölkérte Hausmann Alajost, akkor szóba került, hogy a bécsi művészeket küldenek. És ő azt mondta, hogy nem. Ő megmutatja, bebizonyítja, hogy a magyar művészet van olyan szinten, mint a bécsi művészek, és hogy csodát fognak alkotni. És hát tudjuk, hogy Ferenc József el volt ragadtatva a Szent István teremtől, és tényleg egy ékszerdoboz született. Azt ugye tudjuk, hogy aztán ezt az ékszerdoboz a második világháború folyamán megsemmisült, de hát szerencsére a Nemzeti Hausmann programnak köszönhetően minden apró részletet nézve újjá születik ez a terem. Szerintem legalább ennyivel tartozunk ezeknek az alkotóknak. Mit tanulhatunk ezekből a történetekből? Mi az az útravaló, amit, hogyha elolvassuk a könyvet, és aztán végigsétálunk itt a Várkertbazárban vagy a Budai Várban, akkor magunkkal vihetünk? Hát azt ugye tudjuk, hogy rengeteg olyan művész volt, aki dolgozott, hogy külföldről érkezett hozzánk. Mondjuk vegyük Kalina Mort, például 2 évre érkezett Budapestre, és élete végéig itt maradt. Tehát, és mindent megtett azért, hogy a magyar művészetet hirdesse. Leginkább szerintem az az útravaló, hogy csodákat alkottak, miattunk alkották, a későbbi generációkért alkották, hogy ők is láthassák ezeket és élvezhessék ezeket. És aztán a történelem mondjuk ki csúnyán elbánt velük. Hát ugye tudjuk, hogy Strobl Alajos szobrait kidobták a Budai Várból 45 után, és a Sittben találták meg, vagy volt olyan szoborcsoport, amit a Rákóczi térre száműztek, és ott volt a nagyon sokáig, aztán később került vissza a várba. Tehát, hogy vissza kell adni a becsületét ezeknek az embereknek, és meg kell őket ismertetni mindenkivel, főleg a fiatalokkal. Számomra ez az üzenet a könyvnek, mellette pedig az, hogy egy kicsit beláthatunk a kulisszák mögé, és az embert is megláthatjuk, nem csak a művészt.